Szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, képviselőtársaim! Engedje meg, hogy azzal a, és talán ez lesz a kevesebb résszel kezdjem, amivel egyetértek önnel. Magyarország biztonsága, így a honvédelmi, tehát külső, belső biztonsága, energetikai biztonsága mindannyiunk számára a legfontosabb. Ezt konzervatív politikusként is tudom mondani, illetve konzervatívként azt is tudom önnek mondani, hogy a béke az egyik legfontosabb, és a béke üzenete az, amihez mindenkinek Európában és Európán kívül is tartania kell magát. De engedje meg, hogy elmondjam, hogy mi az, amiben szerintem rosszul látja a helyzetet. Álláspontom szerint nem a nyugat áll háborúban, hanem Oroszország áll háborúban. Oroszország volt az, aki ezt a háborút elindította, az ő lehetőségük, hogy ezt lezárja, és az orosz félé az, hogy békét kössön. Ebben ön rosszul látja, nem a nyugatnak van ebben elsődleges szerepe, bár van szerepe, hanem az oroszoknak van, a meggyőzést éppen ezért az oroszokkal szemben kell gyakorolni. Ön a szankciókról is hosszan beszélt, és hát azért itt érdemes elmondani, hogy egy-két kivétellel, és volt benne pár olyan, amelyben ellenkező véleményt fogalmazott meg a magyar kormány és annak tagjai, de az a helyzet, miniszterelnök úr, hogy én ezeket a szankciókat megszavaztam. A mérlege úgy áll, hogy 7-ből 7. Egyes helyeken önt a háta mögött szankció királynak hívják. És nem hiszem, hogy egyébként új fiú lenne a brüsszeli politikában, hiszen 12 éve jár oda, de azt azért mégis nagyon nehéz elhinni, hogy önt átverték ott. Ezt ki hiszi el, hogy önt átverték Brüsszelben, és önnek eladták azt az üzenetet, vagy eladták azt a terméket, hogy a szankciók hatására ripsz-ropsz, ez a háború le fog zárulni. Ezt nem mondta senki. Nem volt olyan elemző, aki azt mondta volna, hogy egy szankció hatására azonnal lezárni lehet a háborút. Mindannyian tudtuk és látjuk, és szerintem önök is pontosan látták. A szankciók olyan hatást gyakorolnak, amely hatással van arra a félre, akit szankcionálnak, és természetesen sajnos ebben az esetben Európa is, aki elviseli ennek a szankciónak az árát. De a végső kérdés az úgy néz ki, hogyha nem a szankcióban lehet gondolkozni, akkor miben, miniszterelnök úr? Mert ugye békében kell gondolkozni, de az ahhoz vezető útra ön nem adott nekünk cselekvési tervet, nem adott úti tervet, már pedig fontos lenne látni, hogy lehet eljutni oda, hogy az orosz fél térjen vissza oda, ahova való az orosz határokon belülre, és hagyja békén szomszédunknak a területi integritását, és adja meg azt a szuverenitását, amit ennek az országnak kell. És hozzá kell tennem, azért is kell aggodalommal figyelnünk a mostani folyamatokat, mert a szomszédunkban a háború hatására egy új állam, egy új nemzeti egység formálódik. A mostani ukrán embereknek az alapvető nép érzete, élménye az lesz, hogy egy háborúban, amelyet Oroszországgal vívtak, kire számíthattak és kire nem számíthattak. És a magyar ajkú kisebbségnek az életét 100 évre befolyásolni fogja az, hogy most mit gondolnak a magyar belpolitikáról, mit gondolnak a magyar külpolitikáról, és miként állnak a magyarokhoz. És voltak jogos sérelmeink az ukránokkal szemben. Ezt is ki kell mondani. Az ukrán fél nem egyszer átverte Magyarországot, és az ígéreteinek ellentétére tette a cselekvéseit. Ezt is ki kell mondani, de egy háborús helyzetben, amikor egy ilyen néplélek formálódik, okosan kell megválasztanunk, hogy miként fogunk a szomszédainkkal együtt élni, mert, mint mondtam, 100 évre előre történik az identitásválasztás ott. Ön jóslatokba is bocsátkozott, miniszterelnök, én óvatosan lennék az ön helyében a jóslatokkal. Azért mégiscsak ön mondta, hogy a háborút nem tartom reális kockázatnak. Az 2022. februárjában volt, illetve azt is mondta, hogy május 9-én azt hiszem a pápánál járt, vagy előtt ott járt, és azt mondta, hogy május 9-ére a háború be fog fejeződni. És azt mondta, hogy az ukránok sosem fognak háborút nyerni nyugati kiképzőkkel, nyugati fegyverekkel az oroszokkal szemben. Nyilván ezt még várjuk, hogy miként lesz ez a jóslat. És azt is mondta, hogy Ukrajna akár a harmadát, felét is elveszítheti. Óvatosan a jóslatokkal, miniszterelnök úr, lehet, hogy azokat, amiket itt mondott, szintén nem fognak beválni. Ön azt is mondta, hogy nem működnek a szankciók. Hozzá kell tenni, a szankciók működnek az oroszokkal szemben is, és sajnos mi is érezzük ennek a hatását. Kár lenne ebben mást mondani. De ön sosem mondja el, hogy az oroszoknál mik a valós adatok, vagy mik azok az adatok, amiket ott mérnek, illetve amiket lehet tudni a gazdaságukról. A GDP-jük 11%-kal fog visszaesni. Európában ez a visszaesés, ez most, illetve növekedés még 2,7%. Tehát nem GDP visszaesés van Európában, ezzel szemben az oroszoknál nagyon látványos. Az ő exportjuk és importjuk 30%-ot meghaladóan esett. Sőt, azt is nyugodtan ki lehet olvasni a számok közül, hogy 22%-os az oroszoknál a becsült infláció. Nagyon komolyan érinti az infláció, és a szankciós csomagok nagyon komolyan érintik őket. Ami pedig, ugye ön beszélt az eredményekről is, ami az eredményeket illeti,
Hát egy kicsit máshogy nézzük ezeket a dolgokat, hogy mi történt Magyarországon, és ön azt mondta, hogy az európai emberek dühösek. Az helyzet, miniszterelnök úr, hogy a magyar emberek is dühösek. És az eredmény listáról engedje meg, hogy szemezgessek egy keveset. Azon, hogy beütött a recesszió, ezt nem én mondom, ezt az önök pénzügyminisztere mondta, hogy recesszióban vagyunk, illetve recesszió közelít. Varga Mihály nem olyan régen az egyik konferencián erősítette meg. 20%-os infláció van, ez az áremelkedés. Európa rekorder 34%-os élelmiszerdrágulás van. A rezsicsökkentés részlegesen sikerült eltörölni. 416 forint volt 1 euró, ez jelentette az eddigi rekordot, és még egy rekordot mondjak, 18 éves rekordon az alapkamat. Szóval, miniszterelnök úr, óvatosan az eredményekkel, tudja, jobból is megállt a sok, hát még a rosszból. Ami pedig a segítséget jelenti, illetve a segítséget jelentheti a magyar embereknek. Valóban fontos a családok megsegítése. De igazán fontos emellett még azoknak a legkisebb vállalkozásoknak a megsegítése, akik miatt most a főtéri üzlet soroknak a kiürülése miatt egyes városok ürülnek ki. Zárnak be, talán az ön kedvenc étterme is a napokban zár be, a kedvenc kávézónk, a kedvenc pékségünk. Ezek a vállalkozások, akik nem csak saját maguknak, mint legkisebb vállalkozók, egyébként a katatörvény után elég nehezen tudtak talprálni, szóval nem csak ezek a legkisebb vállalkozók, hanem az ő családjuk, sőt az ők általuk foglalkoztatott emberek is veszélynek és legalább bizonytalanságnak vannak kitéve. A Jobbik javasolta már a nyáron átfogó áfacsökkentést, ez az élelmiszer áraknak valamilyen módon a fékezését jelentette volna, és az nem igaz, hogy nem tudják ellenőrizni, ellenőrizhető, csak akarni kell. Javasoltuk azt is, hogy ne az energia árak áfáján nyerészkedjen az állam, engedjük el ott is, és az embereknek legyen kevesebb az, amit a nap végén be kell fizetniük. És az is világos, hogy vannak ennél másabb ügyek is, amelyben a kormánynak segítenie kell. Engedjék meg, hogy idehozzam például a Dunaújvárosnak a kérdését. Egy egész város sorsa függ attól, hogy mi lesz a Dunaferrel. Ugyanis a jelenlegi helyzetben úgy áll, hogy a város letette egy 3 javaslatból álló csomagot, amelyben kéri, hogy a kormány segítsen, és nem érkezik segítség. Az ország legnagyobb gyáráról beszélünk. Tehát, hogyha ők gyármentésben vannak, akkor segítsenek, hogy egy gyár azért meneküljön meg, hogy az ott élő családok, a Dunaújvárosi és környéki családok az alapján, a 3 pont alapján, amit a Dunaújvárosi városvezetés javasol, megmeneküljenek. Ezekben higgy el, mindenki politikai színezettől függetlenül támogatni fogja önt. És lezárásként akkor mégiscsak engedje meg, visszautalva arra, hogy mi a helyes értelmezési kontextus, az a helyzet, hogy a hatósági árak bevezetésekor, amikor önök ársapkát vezettek be, még sehol sem volt a háború. Gondolja végig, hogy a háborúval indokolunk mindent. Az infláció megszaladása kezdetén sehol sem volt a háború. A vállalkozások csuklóztatása idején szintén nem volt háború, a földgázra nincs embargó, a kőolajra és szénre bevezetett szankciók majd január 1-től lesznek hatályosak, és az a helyzet, tisztelt miniszterelnök, és ezzel kell zárni. Ön az összes szankciót megszavazta, keresni kellene valami más kifogást. Köszönöm szépen!